Nem kért bocsánatot Márki Péter, amiért negatív jelzőként használta a fogyatékos kifejezést vasárnap. Tegnap több fogyatékkal élőket képviselő szervezet kérte ezt a baloldali miniszterelnök jelöltől, de úgy tűnik, hogy hiába. Kósa Ádám a Fidesz siketként, tehát fogyatékossággal élő EP képviselője szerint, idézem, amióta politikai pályára lépett, nem találkozott még Márki Péternél vállalhatatlanabb emberrel. Szerintem még a vasárnapi sértőmondatoknál is többet elárul a Politikusról, hogy nem kért bocsánatot. Márkizai Péter a fogyatékos jelzőt pejoratív, sértő módon használta. Az ilyen minősítésnek nincs helye a közéletben, nem csak a politikában, sehol. Ebben nem ismerek bocsánatot. Így reagált jelelve Kósa Ádám, európai parlamenti képviselő Márkizai Péter vasárnapi videójára. A siketném a politikus közösségi oldalára feltöltött videójában hiányolta, hogy a baloldal miniszterelnök jelöltje még mindig nem kért bocsánatot. Márkizai Péternek lehetősége volt megszólalni azóta bocsánatot kérni, és ez beszédesebb az elhangzott szavainál is, a csend. A támogatóinak a csendje. Kósa Ádám végül kemény kritikát fogalmazott meg. Siketként, fogyatékossággal élő személyként nagyon mélyen érint ez. Amióta politikai pályára léptem, nem találkoztam nála a vállalhatatlanabb emberrel. Szégyellem, hogy ilyen politikai ellenféllel kell áprilisban szembenéznünk. Márkizai Péter szerint a Fidesz támogatói fogyatékosak. Ezzel a címmel közölt cikket az Origó vasárnap este. A portál arról írt, hogy a baloldal jelöltje ezúttal egy Facebook videóban sértette meg magyar emberek millióit, amikor a nagyobbik kormánypárt kapcsán fogyatékos propagandistákról beszélt. Azt írják, Márkizai Péter miközben a társadalmi szolidaritásról és elfogadásról beszél, diszkriminatív és kirekesztő módon sértegeti az embertársait. Olyan jelzővel teszi mindezt, ami súlyosan megsérti a fogyatékkal élő emberek méltóságát is. Visszataszító hallani egy közéleti szereplőtől, hogy a fogyatékos szót negatív értelemben használta. Így kommentálta a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke Márkizai Péter kijelentését a magyar nemzetnek. Szabó László szerint minden normális embernek az a célja ebben az országban, hogyha valaki fogyatékosként éli az életét, az ne hasson negatívan a helyzetére. Az elnök hozzátette, az ilyen mondatok totálisan szembe mennek azokkal az európai nyugati értékekkel, amelyekre a baloldal rendszeresen hivatkozik. A fogyatékosság kifejezés negatív jelzőként való használata sértő, megalázó és súlyosan kirekesztő a fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára. Ezt már az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége írta a közösségi oldalán. Úgy fogalmaznak, évtizedek fáradtságos munkáját képes lerombolni egy közszereplő, aki nyilatkozatában a fogyatékosságot ellenfelei szellemi képességeinek meghatározására, lekicsinlésére használja. Majd hozzáteszik, megbélyegzés helyett inkább programokat várnának, amelyek segítenek a közösség egyenrangú tagjaiként élni. Márkizai Péter kijelentésével kapcsolatban a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége több társszervezetével együtt közösen tiltakozik. Szerintük kifejezetten sértő, ha a fogyatékos szót valaki negatív szövegkörnyezetben használja. Közleményükben azt írják, a zéró toleranciát várjuk el, az ilyen tett nem relativizálható, nem lehet pusztán nyelvbotlásként, elhamarkodott kijelentésként kezelni. A sértőjelzők használatának nincs helye a közbeszédben. Ezt követően arra kérték Márkizaj Pétert, hogy haladéktalanul kérjen nyilvánosan bocsánatot az általa megsértett közösségtől, a fogyatékossággal élő emberektől. A Telex rákérdezett a baloldali miniszterelnök jelöltnél, hogy terveze bocsánatkérést az említett szervezetektől, illetve a fogyatékossággal élő emberektől, de cikkükben azt írják, Márkizaj Péter erre a kérdésükre nem válaszolt.